Programját ismertette Hernádi Norbert, a Paksi Deák Ferenc Egyesület 800 számú választókerület képviselőjelölte, sajtótájékoztatón a Csámpai Közösségi Ház előtt. Az aspiráns fontosnak tartja, hogy Dunakömlőt, Csámpa, Birító, Gyapa és Cseresznyi is ne csak külső település részként, hanem kertvárosként funkcionáljon, és sokkal több anyagi forrás jusson a fejlesztésekre. Ki kell találjuk azt, hogy mi legyen a következő 5-10 évben ezeknek a település részeknek az iránya. Mindenképpen egy kertvárosias övezetet szeretnék kialakítani, illetve úgy gondolom, hogy nagyon fontos a fiatalok megtartása, település részek bevonzása, új telekkimérésekben gondolkodom, illetve bizonyos település részeken a további ipari szolgáltató szektornak a fejlesztésében is hangsúlyos szerepet szeretnék. Csámpán többek között a murvás utakat aszfaltozná az aspiráns, és a közösségi ház bővítését indítaná el. Heringes Anita, a PDF polgármester jelöltje hozzátette, komolyan veszik a lakossággal való kapcsolattartást. 26-án 17:30-kor a PSE-ben Horváth Zoltánnal találkozhat a lakosság, 27-én 17:30-kor Mezősi Árpáddal a junior étteremben találkozhat a lakosság. Kudor Katalinnal, Barnabás Ismánnal és Hetzmol Alberttal pedig 2-án a Művházban várjuk 17:30-kor a lakosságot. Tegyék föl kérdéseiket és engedjék meg, hogy véleményüket hadd építsük bele programunkba. Hernádi Norbert a Csámpaihoz hasonlóan lakossági megbeszéléseket tart a körzethez tartozó település részeken, szeptember 30-án Birítón, október 4-én Dunakömlődön, október 7-én Cseresznyésben és október 8-án Gyapán. A fórumok 17:30-kor kezdődnek.